Szerintem kezdjük el a stílusokkal, mert ígértünk ilyet, tehát azt ígértük, hogy Art Deco, mid-century modern. Ha nem klasszikus régiséget szeretne valaki berakni, akkor mindig az Art Deco az első. Ezt debreceni fotelnak is nevezik. Kellemes. Kellemes. Nagyon szerették ugye a Páduc motívumot, a Páducot, mint szobrot. Forma tervezésben azért az olaszokat nem nagyon lehet überelni a mai napig. Ez volt a mid-century, és utána még van olyan is, hogy mid-century modern. Van. Ez sokaknak az a bútor, amire azt mondjuk, hogy jaj, ilyenben nőttem fel. És megerősíthetem, amit Zsuzsa mond, hogy nagyon kényelmes. A múltkorabba beleültem, és nem lehetett engem mindenki elgrudalni. Ott üldögéltem, és nagyon jól éreztem magam. Igen. Van egy nagyon kedves kereskedő, egy idős úriember. Reggel 8 órakor már a piacon arra agyusztál, hogy a vörösbort és a sajtját kóstold meg. És a végén már az enyémeket akarták elvinni. És testem elvédte, hogy ezt nem adom senkinek. Egyébként a franciák nagyon-nagyon tudják a saját tervezőiket. Milyen tanácsot adnál, hogyha én azt mondom, hogy nekem ez tetszik, hogy vajon most ez illik az én otthonomba, vagy nem? Minden és próbáld be. Ezt mondanám. Hol húzod meg a határokat? Nincsenek határok. Nincsenek? A harmonikus legyen.